Még mielőtt itt szakmai elemzésre kérnélek, tényleg arról mesélj az érzéseidről, légy szíves, hogy 11 év után ismét pályára léptél tét meccsen az MTK-ban csapatkapitányként, amikor lecseréltek Vastaps, most is itt a szurkolók körbe rajonganak, mesélj tényleg az érzéseidről. Hát jó volt az a térni, fontos volt, hogy megnyerjük ezt a meccset, hát őszintén be kell valami, nem játszottunk jól, de ez mutatja a csapat erejét, hogy még így sikerült megfordítani a második félidőből, úgyhogy boldogok vagyunk, hát sokat kell még fejlődni, az biztos, de ez egy gyaladnak jó volt, ez egy győzelem. Meccs előtt milyen érzések kavarogtak benne tényleg, amiatt, hogy 11 év után ismét az MTK-ban fogsz játszani hazai közönséget, és tényleg csapatkapitányként? Hát vártam ezt a pillanatot, hogy őszinte legyek, ugye egy hosszabb kiadás után hazatértem, úgyhogy köszönöm, hogy itt fogadtak a szurkolók, remélem, hogy végre a feljutást fogjuk ünnepelni. És mondtad, hogy nem ment olyan jó játék, mi volt szerinted ennek az oka, illetve mi nem ment jól, te miben láttad az okokat? Hát most nem mennék vele a részletekbe, de sok tényező volt, főleg az első fél időben nem találtuk a ritmust. Úgy érzem, a másodikban kicsit feljöttünk a széleken, jobban meg tudtuk őket nyitni, és akkor ebből sikerült kérdőt szerezni. És milyen játszani egy ilyen támadó sorban, ahol ott volt, hogy a Futács, a Stieber, te is ugye a középpályán a Bognár? Hát bárkiből lejön a játék, úgyhogy szeretünk együtt játszani, még kicsit többet kell, hogy ez hatékonyabb legyen, de örülünk, hogy együtt játszunk. És bocs, még akkor egy utas és támadóként egy ilyen vezetőedzővel, mint Bognár György, aki ugye tudjuk, hogy eléggé híve a támadójátéknak. Öröm együtt dolgozni, úgyhogy reméljük, hogy sikeresek leszünk együtt.